Először is gratulálok a kinevezéséhez. Pontosan mivel foglalkozik az intézmény, és milyen sikereket tudhat maga mögött? Nagyon szépen köszönöm. Ez a második kinevezésem. 5 évig már intézményvezető voltam. Április 30-án járt le az első kinevezésem. Május 1-től vagyok másodszor. Hát az intézmény idősellátással foglalkozik, ezen belül szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása. Ez az egyik lába, és van másik, a Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család és Gyermekjóléti Szolgálat. A sikereink, mire a szociális szféráról van szó, hát nincsenek nagy sikereink, ha nagyon őszinte akarok lenni. Ez a családsegítése és a gyerekjólétre szól. Az, hogy már a családokat tudjuk támogatni adományokkal, ruhaneművel, tartós élelmiszerrel, vetőmaggal, tudunk nekik életvezetési tanácsokat adni, a gyerekek iskolába járjanak, és tudunk nekik egy olyan támogatást adni, ami képessé teszi arra őket, hogy a saját életüket tudják irányítani, a családjukban harmónia tudjon lenni, az nekünk már nagyon nagy siker. Valamint az is nagy siker, hogyha gyerekeket nevelésből vissza tudunk hozni a családokhoz, vissza tudunk gondozni, és a gyermek újra a családjában élhet, és a szülők képesek arra, hogy a gyermekeiket ellássák. Az idősellátásban azért nagyobb sikereket tudhatunk magunk mögött. Az a legfontosabb szempont számunkra, hogy az idős ember a saját otthonában egy olyan szép időskort tudjon megélni, ami számára pozitív, és ez nekünk is pozitív. Ezt meg tudjuk tenni házi segítségnyújtás keretében. Támogatjuk az időseket abban, hogy otthonukban maradjanak, hogy megtörténjen a bevásárlás, a takarítás, a mentális gondozás. Nagyon sok idős ember egyedül él. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma az időseknél a magány, az elszigetelődés, és ebből adódnak a mentális problémák. A gondozónőink nagyon törekednek arra, hogy minél több időt tudjanak az időssel tölteni, beszélgetéssel, olyan tartalmas órákat, ami azért a napját, idézőjelben mondom, bearanyozza. Melyek a következő időszakra vezető elképzelései? Mivel a szociális szférában nagyon nagy problémák vannak, ezt a képzés terén mondom, nagyon kevés a szakember. Családsegítés gyermekjólétbe, illetve központ és szolgálatnál. Sajnos el kell mondanom, hogy például a szolgálatnál a szakképzett dolgozóink aránya nagyon rossz. Egyetlen egy szakképzett dolgozónk van. A többi pályakezdő, védőnő és egyéb szakmával rendelkeznek, de egyszerűen nincsen szakember. Ez azért nagy probléma, mert itt sokkal, de sokkal nehezebb ellátni azokat a feladatokat, ami a szolgálatnak kötelező. Én azon vagyok, hogy ezek a fiatal pályakezdő dolgozók szakképesítést szerezzenek, megkapják azt a támogatást, hogy továbbképzéseken tudjanak részt venni, és megtanulják a szakmát. Erre most szerveztünk egy belső képzést. Ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom. Továbbá fontosnak tartom azt, hogy az Alaszengrő településen és a járás településein a jó viszonyt, amit kialakítottunk az önkormányzatokkal és a társintézményekkel, tovább erősítsük, mert így tudunk hatékonyan dolgozni. Nagyon fontos az, hogy a fenntartóval jó legyen a viszonyunk. Ezt el tudom mondani, hogy a fenntartó mindent megad ahhoz, hogy az intézmény megfelelően a lehető leghatékonyabban tudjon működni. Erre megkapjuk az anyagi és eszköztámogatást is. Nagyon fontos az, hogy az intézménynél dolgozók érezzenek maguk mögött egy biztonságot, egy összetartó csapat legyen. Ehhez is megkapjuk polgármester úrtól a támogatást. Minden évből saját keretből biztosít egy bizonyos összeget arra, hogy az intézmény dolgozói a családtagjaikkal együtt el tudjanak menni egy olyan kirándulásra, ez szociális munkanapján van, ahol együtt tudunk lenni, ahol meg tud történni egy csapatépítés, ahol nem csak munkáról tudunk beszélni, hanem családról ki tudunk kapcsolódni. Én azt gondolom, hogy ezek is nagyon fontos dolgok ahhoz, hogy egy kicsit feltöltődjünk, mert ez az a szféra, ahol nagyon magas a kiégés aránya.